Az év legőrültebb versenyeként hirdetett, negyedik alkalommal megrendezett Burger King brutál futás helyszíne, egy embert próbáló katonai kiképző pálya és egy akadályverseny keverékére emlékeztet leginkább. Ennek ellenére is népszerű a futók körében, az első start előtt közel 1500 nevezés érkezett. A helyszín különleges, egy motocross pálya 14 ugratóval. A versenyzők óránként rajtoló futamokban indultak, részben a pályán, részben a körülötte található erdőben, szántóföldön keresztül futottak, ahol valóban különleges akadályokkal kellett szembenézniük. A pálya nehézsége akadályai miatt 150 fős futamokban indították a versenyzőket. A 7 kilométeres pálya teljesítése a legedzettebbeknek fél óra körüli idővel sikerült. Az egész nap zajló brutál futáson alig néhány futó nem ért célba, viszont a legjobbaknak a döntőben ismét rajtolniuk kellett, hogy kiderüljön, ki is lesz a végső győztes. A döntőfutamot a már nem először induló Szabó Sándor teljesítette a leggyorsabban, 18 perc 46 másodperc alatt ért célba, megvédve elsőségét. Minden évben voltam ezen, amit megrendeztek be, ugye ez a negyedik, és nagyon szeretem, a kedvenc versenyem vált már az első alkalommal. A legkeményebb szakasznak én a némós akadályt mondanám, ahol le kell bukni a víz alá, és végig kell császkálni rajta. A legkönnyebb résznek pedig az erdőt mondanám, mert az volt a legfuthatóbb. Én alapból már áttértem egy futásra, és én nagyon szeretem az ilyen kaptatós, akadályos versenyeket, éppen azért, mert nem egy egyszerű síkfutás, egyszerűen nem lehet megunni. A Burger King brutál futás idén is meggyötörte a résztvevőket, a futamok után nem volt könnyű megszólalni sem. A kemény akadályok és a meleg ellenére a résztvevők jókedvűen igyekeztek teljesíteni a brutálisan megtervezett pályát.